Faültetési kezdeményezést indított Dombóvár. A településen az elmúlt időszakban elkészült a csapadékvíz elvezető rendszer és új járdák épültek. Ehhez kapcsolódóan gesztenyefákat vágtak ki. Részben ezek pótlására indult az akció, mondta Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere. Hozzátette, civil és sportszervezetek is odaálltak a kezdeményezés mellé. Nyilván ezt a folyamatot mi szeretnénk tovább folytatni, hogy az időjárás engedi, tavasszal újból azt gondolom, hogy 24-ben is el fogunk ültetni 1000 darab fát Dombóváron. Nyilván a klímaváltozás nagy mértékben motivál mindenkit, hiszen valami úton módon meg kell teremtenünk azt, hogy a város továbbra is zöld maradjon, illetve környezetünk, és azt gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy fiatal fákat telepítsünk. Az akcióban részt vett a Dombóvári labdarúgó klub is. A Rossz Idelenél is itt vagyunk, 11 fát ültetünk el, a város megkérte a mi szervezetünket, csapatunkat, hogy segítsünk ebbe, örömmel tettünk eleget. Nagyon jó dolog. Itt a fák pótlás a Dombóváron elkezdődött, úgyhogy lesz elég fa, mindenkit megnyugtatok. Az eseményen több helyszínen közel 50 fát ültettek a résztvevők.